árnyas fák között halk zeneszó mellett beszélgettek a szekszárdi Balassa János Kórház egészségügyi dolgozói. Ezúttal senki sem viselt fehér szakdolgozói öltözetet. A Semmelweis nap a Magyar Egészségügy napja alkalmából ugyanis az intézmény vezetése egy közös ebédet szervezett a munkavállalóknak. Han Illés Angéla 33 éve dolgozik a szekszárdi intézményben, 19 éve a személyzet csapatát erősíti. Azt mondja, amióta az eszét tudja, az egészségügyben szeretett volna dolgozni, hivatását és csapatát szereti. Én biztosan ezt választanám, mert én óvodáskorom óta ezt szerettem volna lenni. Azt nem tudom, hogy miért, mert semmi olyan érintettségem a családban nem volt. Nem tudom, hogy én ezt találtam ki, én nem nagyon tudok elképzelni mást. Németh Csaba, a Balassa János Kórház főigazgatója azt mondja, a Semmelweis napon lehetőség nyílik arra, hogy elismerjék az egészségügyi dolgozók erőfeszítéseit, amit a koronavírus járvány idején tettek a betegek felépüléséért, az emberek beoltásáért. A rendezvény lehetőséget nyújt a csapatépítésre és a szórakozásra is. Azt gondolom, hogy sikeresen vagyunk túl az eddigi hullámoknak a kezelésén. A másik ugyanez kapcsolódik, az a sikeres oltási kampány, amit szintén az egészségügyi dolgozóknak kellett végrehajtani. Nem kevés feladat és teher volt ez, mind fizikailag, mind lelkileg az elmúlt másfél évben. Úgyhogy most nagyon azt gondolom, hogy itt az ideje egy kicsit megállni, megpihenni, ünnepelni egy kicsit, meg erőt gyűjteni az elkövetkezőkre, mert biztos, hogy még jövőben is lesz feladatunk. A Semmelweis nap a Magyar Egészségügy napja, amit Semmelweis Ignác orvos, az anyák megmentője születésnapján július 1-én tartanak. Ezen a napon zárva vannak a házi orvosi és a fogorvosi rendelők, a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, valamint a gyógyszertárak többsége.